Gangsta Zolinak a kislánya a mentora. A rapper nem tagadja, egy kis balhért sosem kellett a szomszédba mennie, az utóbbi 5,5 évben azonban már ő sem a régi. Ekkor született meg ugyanis a kislánya Zoé, aki azóta az élete értelme és, mint kiderült, legnagyobb kritikusa is. Apát és lányát elkísértük Kecskemétre, ahol a rapper már 3 éve a színészmesterségnek hódol. Gangsta Zoli jó fiú lett. A szabad szájú és gangster kinézetű rapper már 3 éve játszik a kecskeméti Katona József Színházban, ahol idéglenesen átállt a jó oldalra, hiszen Vinettu szerepében láthatjuk. Zoli a legutóbbi előadásra illusztris vendéget hozott magával, a kislánya Zoli is elkísérte. Kérhetünk még egyet? Nagy vezetni. Egy ilyen stampedni körtét. Villamos körtét iszik a gyerek. Azzal melegít. Tessék, Zoli. Vigyú? Hangosítórat kérek a szabályzóra. Eljössz velem? Énekelni? Azt eddig hagyjuk itt, be kell énekelni, utána itt folytatod, jó? Vagy itt maradhatsz, és akkor ezt megiszod itt. Mit választasz? Haver Csótány. Velem jössz? Jó. Zoé láthatóan nagyon otthonosan mozog a színház kulisszái mögött, hiszen nem először kíséri el apukáját az előadásra. Hát ez az öltőbe? Tom már oda. Oda néltek? Oda. Pati is oda. Király vagy. Pacsi. Zolit, aki segédje, még átöltözni is elkíséri, és közben az is kiderül, hogy Vinettu nadrágja nem az ellenség vérétől, hanem egy kis festéktől vöröslik. De az öltözködés Zolinak még segítséggel sem egy könnyen. Utána azt a ruhadarabot, hogy ezt nem tudom elmondani. Inkább játszanám így, csak sallókalapácsos indián nagyon kevés van. Ába, nincs itt meg a mollá? Hát az ott szétjött. Az már olyan. A rapper először a Popeye című előadás kapcsán került kapcsolatba a színházzal, de akkor még nem mint színész, hanem mint zeneszerző. Miután Pieróval megírták a darab dalait, felmerült az ötlet, hogy akár színpadra is állhatna, mint Bluto kapitány, a főgonosz. Itt ez egy kalóz, ilyen részek kalóz. Mondhatod, ennél jobban fekvő szerepet nem is találnám. Ezek után már nem volt megállás, és Zoli azóta már a második darabban bújik Vinettu bőrébe. Közben az átalakuláshoz már csak a hajfestés és a szakálfonás van hátra. Zoli ugyanis a világtörténelem első szakállas indiánja. Noha képes volt komoly áldozatot hozni a szerepért, a szakálláról azért nem mondott le. A Vinettu szerepnek köszönhetem azt, hogy ledobtam egy 13 kilót, mert még a Popeye alatt itt kinyültünk. Vagy dohányzás volt, vagy sörözés, vagy valami kint a színház előtt, és jön Récén Tomi rendező, aki a Vinettut is rendezte utána. Ez mi az ott, Zolikám? Poci. Poci? És láttam a pocakos Vinettut? Akkor fogyjak le. Nem ártam. Kiderült utalag, hogy viccelt, én meg komolyan vettem, és sikerült. 13 kiló így le, egy hónap alatt, és azóta tartom a 90-et, 103-ról lementem 90-re, és azóta ilyen Vinettu vagyok. Csak szakál, azt nem voltam hajlandó eladozni. Zoli Vinettuja nem csak szakállas, hanem mint mondja, egy kicsit genyó is, mert egy teljesen pozitív szerep igazán nem menne neki. És azért a tánclépésekkel is akad gondja. A koreográfiában mindig baj, tehát itt állandóan vitatkozok a koreográfussal, tehát én még a legnehezebb eset. Én nem akarok táncolni, mondjuk, hogy ne Zoli, de valamit kell legalább két lépés ide, két lépés oda együtt. Tehát az jól néz ki a színpadon, de el kell fogadnom, hogy igazuk van, hát ezek az emberek értenek hozzá, hogy mit csinálnak, én meg csak egy működő hülye vagyok. Úgyhogy egy-két ilyen koreográfiát meg kell tanulni, hát, amit láttam most például az indián táncban, ennyi belefér. Tehát ennél azért ezeket nem fog táncolni, ezt gondolhatod, komoly műveket. A rapperből lett műkedvelő színész legnagyobb rajongója természetesen a kislánya, aki minden szerepében többször látta már, és pontosan tudja is, hogy mikben játszott eddig az apukája. A Popeye. Ugye? Popeye-be? Meg a Vinettu-be. Igen, meg a Vinettu-be. Ebbe. Dr. Hertz. A Dr. Hertz. És melyikben volt a legjobb? Ebbe. Tényleg? Nem a Popeye-be? Nem, ebbe. Jó, ebben, neki ebben. Az ő véleménye az az ő véleménye. Zolinak a szövegtanulással sincsenek gondjai, ugyanis azt állítja magáról, hogy fotografikus memóriája van. Így aztán szívesen jegyezne meg újabb és újabb szövegeket. Remélem még lesz feladat. És főleg azért szeretnék itt, mert ez a társulat nekem annyira kedves, hogy mindenkit szeretek, és úgy érzem, hogy ők is szeretnek engem, szóval én nagyon szeretek ide járni.
mint mondottam volt, nem vagyok színész, ezért nincs szerepálmom, de mindenféle, nagyon szívesen vállalok mindenféle negatív szerepeket. Tehát a gyerekek, hogyha kellene gyilkosok, szarháziak, börtöntöltelékek, kábítószer dílerek, akkor itt vagyok. Azt nem tudjuk, hogy a Kecskeméti Színházban hány ilyen darabot terveznek a közeljövőben, de az tény, hogy ezekre a szerepekre Zoli lenne a legjobb választás, hiszen Winnetouként is óriási sikere van.